Na jó, hát akkor viszlát! Basszus! Oh my god! Az ujjaddal! Szerintetek, ha ezt a bugyit nekidobom? Ah! Baj, de csíp! Sziasztok, Maris vagyok, és mit láthatjátok, s minnélkül vagyok most, és azért sújtalak le titeket ilyen szörnyűséggel. Na jó, nem. Self-love. Szóval azért vagyok most minnélkül, mert ez egy újabb sminkes videó lesz. Ugye pár hónappal ezelőtt fogalmam sincs, mikor volt egy Jobban sminkelek, mint Karin nevezetű videóm, amit, hogyha még nem láttatok, akkor ide kattintva lecsekkolhatjátok. Ennek az volt a lényege, hogy Karin egyik sminkes videóla... Sziasztok! Karin egyik sminkes videója alapján sminkeltem ki magamat. Most is hasonlót fogunk csinálni, viszont most képet nem fogok látni, csak hangot. Bizony nagyon tartom a tempót a mai trendekkel kapcsolatban, hiszen ez csupán egy-két évvel ezelőtt volt nagyon trendi a YouTube-on. Ez láttatok már ilyen hosszú baba hajat? Ez hogy? Klau már kinézett előre egy videót, fogalmam sincs, hogy kié az a videó, milyen smink készül el benne, semmit nem tudok. Elküldte ezt a linket nekem Klau, és meg fogom ezt úgy nyitni, hogy ne lássak semmit, csak halljam fejhallgat. Oh my god! Szóval akkor kezdjük is el. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Szia, Rebeka! Markó Rebeka az én névrokonom. Markó. Rebekát nagyon kedvelem, bár még csak egyszer találkoztunk, és akkor is csak két puszi erejéig, de a videóink keresztül nagyon szimpatikus számomra, és azt tudom, hogy ő elég profi mód tud sminkelni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy tele lesz szakszavakkal. Rebekának egyébként ezt a videóját itt megtalálhatjátok, amit most lemásolok. Kezdjük is el! Szeretnél rajta gyorsan túl lenni, csak valamit feldobsz az arcodra, hogy egy kicsit mégis jobban nézél ki, mint én most. Bár nem látom Rebekát, de biztos vagyok benne, hogy már most ő jobban néz ki, mint én a smink után, smink előtt, valaha életemben. Az első az az, hogy hidratáljátok a bőrötöket mindenképp, nem csak... Ezt nem tudtam előre, hogy ezt mondja. Viszont így szépen a T-zónába pedig zsírosodik. Mondom, kezdődik. T-zóna. Ja, hogy így? Aha, hát igen. Megint diszkógömb vagyok, csak most nem azért, hanem fénylik a fejem a melegtől. Én ezeket a krémeket használom, mint kozmetikus is ezekkel dolgozom, úgyhogy ma is ezt fogom feltenni a sminkem alá. Viszont még mielőtt ehhez a lépéshez elérnénk, van egy nagyon fontos dolgunk, és ez nem más, mint a naptej. Naptejet kötelező használni, hogyha kimentek. Jobb tipp, én nem megyek ki. Úgyhogy ezzel is fogom kezdeni. Mi naptejjel kezd? Lehet rakni naptejet smink alá? What? Rebeka! Puh, blew my mind! Mindennel készültem, csak naptejjel nem, úgyhogy hozom, és nekem is 50 faktoros van. Sundance! Egy egészen kevéske kis borsó, hát nem is biztos, hogy van ez borsó méretű pöttyet fogok én feltenni az arcomra. De ez nagyon kevés. Ja nem, ez nagyon sok, úristen! Fontosabb az az, hogy az orrotokat és az arcotokat bekerjétek. Ide pont nem raktam. A következő pedig a krém. Milyen krém? Úristen, ez még valami olyan krém, amiről a videó elején beszélt. Én már nem is emlékszem. What kind of krém? Várját, hozok egy krémet. Egy arc krémem van, azt idehozom. Na itt van a krém, nekem ilyen néve, a hidratáló nappali arc krémem van. Valami ilyesmiről beszélt az elején, hogy hidratálja az arcát, úgyhogy szerintem pont jót hoztam. Most, hogy a bőrápolással megvoltunk, el is érkeztünk ahhoz. Várj, most megcsinálta? Rebeka nem mondtad, hogy mennyit kell ebből felvinni, csak hogy most jön a krém. Csak fel tudok kenni egy krémet, Marian. Kicsit piroskásnak látom a bőrömet. Rebeka egy kicsit piroskásnak látja az arcát. Nem tudom, miről beszélsz, én nem látom az enyémet piroskásnak. Úgyhogy egy nagyon kevés alapozót fogok feltenni, és ez a mennyiség, ami az arcomon van, nincs egy egész pipetta. Most már az arcán van? Ujjammal eloszlatom a sminket a bőrömön. Az ujjaddal? És amikor ezzel megvagyok, akkor egy benedvesített beauty blenderrel szépen eldolgozom.
De mi egy pipettányi, hát az sem, Rebeka, tesó, az én arcomra tudod, mennyi alapozó kell? Az nem tudom, hogy mit jelent, hogy az ujjával... Úristen, ez nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, lehet úgy is, hogy csak így pöttyöz, de azt mondta, hogy eloszlatja az ujjával. Amit hallunk, azt csináljuk. Anyám, help me. Nagyon nem értem, hogy mit kell csinálni. Jó, szerintem most jöhet a szivacs. Van egy videó, én csak hallottam, hogy egy ilyen beauty blendert felvágnak, és hogy már olyan kosztos volt, meg olyan rég használta a csaj, hogy egy pók volt középen benne. Remélem még a Rebeka használ valami korrektort, mert még nagyon látszódnak a ragyák az arcomon. Következő dolog, amit csinálok... Korrektor! Az egy nagyon kevés korrektor. Nagyon kevés korrektor. Még jó, hogy most tüsszentett, és nem a szempillaspirál után, ahogy én szoktam, és tudjátok, ha tüsszentesz, akkor így összeizéled a szemedet, utána nekem itt végig mindenhol szempillaspirálos szokott lenni. Na de, korrektor, csak egy kövöset hoztam. Nekem a NYX-től a Can't Stop, Won't Stop van. Persze, Rebeka, egy nagyon keveset használok. Csak egy picikő. Szépen eldolgozom a szemem alatt. De mivel? Ahova korrektort tettem, lefixálom egy kicsit. Mit jelent, hogy lefixálom? Ez már fix. Jó, ezt jelenti, hogy... Na mindegy, eldolgozza, azt nem tudom, hogy mivel, de gondolom, hogy beauty blenderrel. Úristen, mi volt ez a mutáns szúnyog. Lefixálom egy kicsit. Lefixálom. Fix. És ilyenkor egy keveset szoktam a szemhéjamra is tenni. Miből? És ennél tovább nem is szoktam púderezni. Púder? Mikor volt szó púderről? Azzal fixálja le! Hol a díjam? Na nekem egy ilyen trend it up, mert olyan trendy vagyok. Púderem van. Skin Supreme. Hát persze, az én bőröm nagyon supreme. Na jó, hát ezzel most lejött az alapozó fele. Semmi baj! Igaz, hogy ez egy matt alapozó, viszont mivel alatta nagyon hidratált vagyok, így egy nagyon-nagyon picit átcsillan. Átcsillan. Mi a személyiségem? Catrice Eyebrow Set, és ebből a világosabb színt szoktam ilyenkor használni. Most, hogy így közelebb vagytok egyébként, lehet, hogy jobban látjátok, nagyon csúnya már a szemöldököm, ugyanis próbálom egy kicsit növeszteni. Imádom, amikor nagyon szép lányok, akiknek körülbelül semmi hibájuk nincsen. Ez csúnya, az csúnya. Ez így kialakul sajnos a nőkben, hogy tök mindegy, hogy nézel ki, de valamit magadon mindig kritizálni fogsz, és úgy oda mennék mindegyikhez, hogy de nagyon szépek vagytok, de persze ezt addig nem mondhatom, amíg nekem is van problémám, nyilván az arcommal is. Akkor most a szemöldök jön, én egy ilyen NYX-es szemöldök ceruzát szoktam használni. Itt van még nekem a kis por, ugyanúgy, ahogy eddig bármikor megcsinálom a szemöldökömet, bár kösz, nem az hogy? Annyira a részletekre, főleg, hogy egy porral csinálom. Na jó, hát akkor viszlát! Ez a szekrém a gémet. Na jó, szóval Rebeka porral csinálja, úgyhogy az is van nekem, amit még régebben használtam, viszont nekem az már nagyon-nagyon nem elég. Mert itt két szín van, én ezt a világosabbat választom, csak így áthúzogatom. Jaj, hát nekem nagyon szörnyű porral, Rebeka, ezt te miért nem tudod? Shame on you. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a Rebeka tudja, hogy ki vagyok, de ezek után nem is akarja majd tudni szerintem. Oh no. Nagyon vastag ez az ecset. Kiszeltűn, de vigyázzál a trónodra, mert jövök. Ja, és tudjátok mi a legjobb, hogy mivel Rebeka nem mondta, hogy fésüli a szemöldökét, ezért ki se tudtuk fésülni, vagyis tudtam. Kicsit skizom, hogy Patricia. De kézzeljétek el, a NYX-esek azt mondták nekem, hogy mostanában a fluffy szemöldök a menő, hogy ilyen össze-vissza van. Most nagyon trendy vagyok ezek szerint. Nagyon szeretem ezt a nagyon púderes, kis borzos szemöldök hatást. Na tessék, ide, borzos. Erre a külső részre, ahol már egyáltalán nem nő a szemöldököm, oda fogok csak egy nagyon picit a sötétebb porral rámenni, és akkor körülbelül ez... Oké, szóval itt belül világossal kellett volna, kívül meg sötéttel, akkor most a sötéttel itt
a szélén még jobban átmegyek. Itt van nálam a kis szemöldökköfe, és mint mindig, elől. Most fésüli meg. És tudjátok, hol van az én szemöldökkefém? A szemöldök ceruza végén, amit oda bedobtam. Na jó. Amivel látjátok, itt eloszlatom azt a nagyon éles vonalat, és igazából így lesz ombrés hatású is. És egy nagyon picit átmegyek a... Ombre? Hogy csinál ombre szemöl? Mi csoda? Én csak átfésülöm a szemöldökömet, jó? De most nem értem, azt mondta, hogy borzas szemöldököt szeret, de most meg átfésüljük. Ez valószínűleg érthetőbb, hogyha látnám is, hogy mi történik. Lefésültem az alapozót is a homlokomról, semmi baj. És akkor a következő lépésünk a bronzer. Méghozzá bronzer. Azért, ilyenkor, amikor csinálom a kontúrozást és a bronzosítást az arcomon, úgy, mint bármikor, ilyenkor egy nagyobb ecsettel szoktam csinálni, és csak... Hallom, hogy már csinálja? De hogy? Szépen végigmegyek az egész arcomon. Az egész arcán végigmegy. Na jó, bronzer. Az mi? Gondolom, az a bronzosító. Úristen, Rebeka, ne használj ilyen szakszolgot. Szerintem úgy érti, hogy ahol bronzosítani kell, kontúrozni. Ezt fogalmam sincs, hogy hol, mert én csak itt szoktam. Na jó, itt a bronzosítom, és akkor... Ez miért olyan, mintha pirosító lenne? Hát ez a bronzosítóm, nem? Lehet, hogy ez a pirosító se csetem. Ez egy teljesen professzionális technika. Oh my god, what happened here? Opsika! Upsi! So sorry, Markó. Semmi baj. Kijavítjuk. Alapozóval természetesen, nagyon Csóringer módba. Na jó, és mivel azt mondta Rebeka, hogy az egész arcra felvisszük, ezért próbálok olyan helyekre, amit tudom, hogy még szoktak, például az orra, mondjuk azt mondta volna szerintem, de mindegy. Wow! Kajakra mondom, Móni, tényleg véknyabb lett egy kicsit. Ide szoktak még talán? Nem akarok hülyeséget mondani, meg csinálni. Egész arc, ti csak, Rebeka. Valahova ide... Oh, ide is szoktak, nem? Jó lesz! És a szemhéjamból... szemhéjamról, a közepéről húzok ide ki egy vonalat, minthogyha egy nagyon hosszú tust szeretnél húzni. Tessék! De most mit húzunk? Ezt a kis pufi ecsetemet. Ecset? Ha nem pufi, de nem baj. Nekem is lógnak, Rebeka. Kicsit így megnyomom. És mi? Hova nyomom? Szemhéjamról, a közepéről húzok ide ki egy vonalat, mint mivel? Hogyha egy nagyon hosszú tust szeretnél húzni. Mi van? Na hát azt csináljuk, amit értelmeztem a dologból, a szemhéjról húzunk egy bronzosító csíkot. Valószínűleg nem ez történik, de Rebeka ezt mondta. Hallod, tök jól néz ki! Ezután viszont jön a szemhéjam, amit ilyenkor villámgyorsan el szoktam egyébként intézni. Na, ezt szeretem. A bronz palettámat fogom használni, amiből ezt a színt, amit ugye mondtam már, hogy rengeteget... Ezt a színt, Claudia, kösz szépen! Ez direkt csinál, direkt választott ki olyan videót, ahol nem tudok egyáltalán színt. Bronzosító palettával csináljuk a szemhéjunkat, akkor viszont valószínűleg jót csináltam. Bronzosító palettám nincs. Szerintem, de keresünk valamit. Nekem van egy ilyen 1000 éves kínai palettám, amiben van púder, meg bronzosító. Úgyhogy végül is ezt a hármat lehet bronzosítónak használni, akkor kiválasztunk egy színt, legyen mondjuk ez. Egy nagyon picit teszek belőle a két belső sarokba. Az nem derült ki, hogy milyen ecsettel. Ugyanazt az ecsetet használom, amit a szemöldökömhöz. Ezt is itt lekenjük, jó lesz? Imádok ilyen olcsó kínai dolgokat felvinni az arcomra. Ez az, főleg a szem... Úristen, tényleg ezt a szem héjamra rakom rá. Rebeka, ha valami bajom lesz, ha kötőhártya gyulladásom lesz, akkor te fizeted ki a TB-met. Arról vagyok híres, hogy fantasztikus döntéseket hozok az életben. Oh my god. Legalább ez nem olyan bonyolult szakszó. Sarok. Ezt olyan eltéveszteni nem... Mondjuk ez is sarok. Tudja, hogy megint azt fogjuk elrontani, hogy ugye általában belülre szokott a világos szín jönni, kívülre a sötét, viszont nekem ez a legsötétebb, ami van. Eddig magnifico. És szépen eldolgozom, hogy egy
kicsit kivilágosítsa a belső szemzugomat. Kivilágosítja, hát nekem inkább elsötétít, tesóm. Ide valami világosat kellett volna rakni. Got it. Fú, egyébként nagyon durván éget, úgyhogy ez nem a legjobb jel. Viszont ezt most lemossuk, mert hogyha tovább hallgattam volna, akkor rájöttem volna, hogy ide világos kell, hiszen kivilágosítjuk. Nem hiszem, hogy ugyanazok történnek, mint a múltkori videóban, megint belefolyt a szemembe. És alapozó. Most egy világosabb színt fogunk. Nem tűnik valami tisztának ez a por, na mindegy. De hogy tudod egy bronzosítóval kivilágosítani? Fú, ez fos színű. Hoppá, csipa. Ez a szín lesz a következő. Mondjuk. Nem tudom. Azt hiszem, hogy az a topáz. Kicsit leütögetem. Minimálisat a mélyítő vonalba helyezek. Topáz és mélyítővonal. Természetesen hallottam már ezt, hogy mélyítővonal, de fogalmam sincs, hogy ez a szemnek melyik része. Topáz. Az nem valami kék, de egy bronzosító palettát használunk. Topáz. Na, ezt megpróbálom kilogikázni, hogy mi is lehet ez a mélyítő. Tudom! Úristen, mekkorát köptem! Tudom, már emlékszem, ez! Itt ez a belső rész, akkor nem kék kell! Oh, I know! Azt hittétek, hülye vagyok, mi? Jó, hittétek, de most rájöttem. Oké, szóval valószínűleg egy ilyen sötét barna kell a ide a mélyítővonalba. Zseni vagyok. Mint egy drag queen. Nagyon jó. És egy nagyon picit ugyanazt a vonalat követem vele, amit az előbb a bronzosítóval. Szinte láthatatlan, aha, viszont formázza szépen a szemet. Miket tud ez a csaj? És ad neki egy kis cicás hatást. Szerintem eddig full ugyanúgy nézhetünk ki a Rebekával. Most itt van mellettem. Tuti, hogy ikrek vagyunk. Azt se tudod, ki? Kék? Hát ugyan. Ki akart itt kéket? Ki mondott itt kéket? És topáz, hát egyértelmű, hogy ez a topáz. Topáz barna, érted? Mint a toboz. És az utolsó lépés, amit utolsó. Most csinálok a szememen, az egy kis highlighter, Cotton Candy Cream színbe, csak a belső sarokba. Highlighter a szemre? Oh my god, so fancy! Cotton Candy, az a vattacukor. Vattacukorról nekem ilyen rózsaszín vattacukor jut eszembe, úgyhogy legyen ez a középső. A szemöldök csontra még egy keveset. Micsoda? Micsoda? A belső sarokba, meg a szemöldök csontra. Na jó, a két sarok kész, és a szemöldök csontra meg ezzel fogok. Wow! Orassá! Uhuhu! Wow! So fancy! A fekete színt a palettából felveszem egy felderítő ecsetre, és alulról a szempilla tövembe belenyomkodom ezt a fekete színt. Okay. Végig? Ah! Úristen, ez nagyon fáj, meg csikis egyben. Alul meg szoktam húzni, de ő azt mondja, hogy nyomkodja. Iszonytatóan kellemetlen, Rebeka. Köszi! Mi ez a bogár? Miért mondja? Szerintetek, ha ezt a bugyit nekidobom? Rajta van a stopbox. Eltaláltam! Most kicsit ilyen gótnak nézek ki. Baj, de csíp! Rock and roll! És ahogy láttátok, egy nagyon kicsit már a tusvonalnak is tettem, viszont látható a különbség. Ha mind a két szememen megvolt ez a művelet, akkor ja, meg. Meghúzom a tusvonalnak a végét. Oké, a tus következik, nekem egy ilyen nixes van. Felhúzom a szemem, milyen szépen látszik. Na jó, szóval Rebeka azt mondta, hogy meghúzzuk a tusvonal végét, csak itt csinálunk neki valamit, és egyébként így nem kell végig húzni, olyan létezik, nem láttam még olyat. Jaj. Most jön a probléma, hogy ugyanolyan legyen a kettő, azt sem tudom, hogy...
Akkor a tus az kész. Az utolsó lépésünk, amit fogok alkalmazni, az a műszempilla. A műszempillánk nekünk nincsen, elég, hogyha csak simán spirálozok. Természetesen a NYX-nek a Worth the Hype nevezetű szempilla spiráját használom. Hú, de csinos vagyok így. Nyugtasson meg mindenki, hogy ezt így szokta csinálni, mint hogyha már 80 éves lenne, és nem lenne foga. Miután fent van a pilla, és egy kicsit átspiráloztam, jöhet egy kis pirosító. Pirosító. NYX pirosító. Most teszek egy kis highlightert, viszont tök sokszor egyébként ezt is kihagyom, mert... Csak egy nagyon picit. Soha nem tudjuk meg, hogy miért szokta kihagyni a highlightert Rebecca. Oh, wow! Who is she? Who this? Rúzs zsákbamacskát csinálok, ami egész egyszerűen annyi, hogy belenyúlok a kis rúzsos táskámba. Ez egy bordó színű metál. Bordó rúzs, metál. Most keresek hozzá egy kicsit nudosabb szájceruzát. Van egy elképzelésem, hogy mit szeretnék alá tenni. Oh my god! Mi az a szájceruza? Na hát fogalmam sincs, hogy mi az a szájceruza, vagyis már láttam filmekben, de nekem nincs olyanom. Viszont képzeljétek el, hogy nekem van bordó, ilyen metálos, hát nem rúzs, ilyen szájfényszerű, ami matraszárad, NYX-es, és ezt az egy dolgot használom a számra, mert amúgy nekem nem áll jól semmilyen szín, mert szerintem egyébként szép színe van a számnak, ezt kifejezetten szeretem, és minden más szín olyan hülyén áll rajta, viszont ez szerintem gyönyörű, ez a Cannes nevezetű. Amúgy nem rossz. Nem rossz. Enyém se, Rebecca. Lehet, hogy lehetett. Elérkeztünk a VB-hez. Ja. A nyári hétköznapi sminkemnek. Most még kihagyhatatlan az, hogy megnézzük, hogy Rebecca hogy néz ki a videó végén, és hogy mennyire hasonlít a sminkünk. Van egy olyan érzésem, hogy dettó ugyanúgy nézünk ki, úgyhogy lássuk. Wow, hát mi? Szóval a szemöldöke sokkal világosabb, mint az enyém. Sokkal finomabb a kontúr, meg a pirosító. A rúzs az sokkal, de sokkal bordóbb. És itt ez a fekete csík, neki konkrétan olyan, mintha nem is lenne. Nagyon nehéz így csak hang alapján megcsinálni egy komplett sminket. Úgyhogy remélem Rebekának nem okoztam csalódást. De amúgy én nagyon jól éreztem magam, úgyhogy ha még szeretnétek hasonló ilyen sminkes videókat, akkor dobjatok egy lájkot. És hát nagyon szépen köszönöm Rebekának így is a szereplést. Kibontott hajjal azért minden tűrhetőbb. Oroszlán. És ezt visszavonom, hogy kiengedett hajjal minden tűrhetőbb. Hogy ne mondjam, hogy hogy nézek ki. Na jó, hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hamarosan jövök a következővel. Sziasztok!